pedig következzék a mai sziesta, és bemutatnám Ludwig Rezsőt, ő a mai sziesztának a billentyűse. Amikor a Rózsa Laciék elmentek tőlünk, akkor egy rövid ideig Kuriák Laci barátunk visszajött hozzánk, egy szám erejéig ebből a formációból is eljátszunk egy nótát. Címe Viziló Vízió. Köszönjük szépen! És most pedig következzék a mai kor sziesztája néhány nóta erejéig, 1992 óta. Berki József, Ludwig Rezső barátainkkal.
most pedig egy kis őrület következzék, makramé címmel, makramé. Mindenki széttekeri az agyát. Thank you.
Köszönjük szépen! Teljesen elborultunk, teljesen! Pedig a legősibb műfaj következzék egy kiváló barátunk segítségével és főszereplésével az újkori Sziesztának egy tőzsgyökeres vendégművésze, Bartók Róbert, Szájher Flynn, várjuk a színpadra. Thank you.
Köszönjük szépen a Jó Öreg Blues! És ez volt a Siesta történet. Kezdődött 1989-ben, és együtt vagyunk most is. Berki József basszusgitár! Ludwig Rezső billentyűs hangszerek. Az ős Siestából Fabinyi Balázs billentyű. Furiák Laci basszusgitár. Az OCS-tából Magyari Bandi billentyű. És Rózsa Laci basszusgitár. És aki végig csörömpölte az egész koncertet, Csalaki György! Ez egy Siesta Board, 10 évvel ezelőtt készül. Köszönjük szépen Lovasi Gábornak, aki a Siesta útjait. Igen, igen. Lovasi Gábor szeretném bemutatni, hogyha föltáradna a színpadra. Lovasi Gábor. Tehát a 90-es években Gábor nagyon sokat segített nekünk. Volt neki egy klubja, ahol rendszeresen játszhatott a zenekar, és így utólag is nagyon szépen köszönjük Gábor. Aki ezt az egész Siesta zenekart megálmodta, az embrionális Siestát összehozta a duóval, Kovács Balázs! Köszönjük, hogy eljöttetek. Ez volt a Siesta 25 éves történelemkönyve. És befejezésül hallgassátok meg a Schlendrian Blues című nótát, ahova mindenki beszállhat, aki csak akar.
Robi! Thank you.
További szép estét mindenkinek, köszönjük szépen, ez volt a Siesta. 25 éves az emeket.